tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatold az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a szubzsáner. Avagy a kedvenc könyves műfajom, a sci-fi. Sziasztok! Ez itt a Szubzsáner 5. júliusi adása. Én Ivanics Riegel Klaudia vagyok, meghívott vendégem pedig egy bekezdésdíjas szerző, Martin Kay, aki 2018-ban adta ki Eastern című vegyes műfajú regényét. Erről fogunk ma beszélgetni. Szia! Szia! Na hát ez a mai adás egy kicsit rendhagyó az eddigi adások között, ugyanis ez egy hát könyvbemutató, könyvajánló, kicsit ilyen promóciós jellegű adás lesz. Ennek oka, ugye itt beszélgettünk már privátban egymással, és mondtad, hogy a mondokonra, ugye a nyári mondokonra szeretnéd egy picit promózni a regényt. Ennek van valami különösebb oka, hogy pont a mondokonra akarod ezt promózni? Egyszerűen annyi az oka, hogy amúgy íróként ritkán találkozom az olvasóimmal, legutóbb olvasó találkozom talán ősszel volt, és nagy ritkán ragadok meg alkalmat arra, hogy az olvasóimmal találkozok, így nyilvánvalóan promózni szeretném, mert szeretek velük beszélgetni, szeretnék velük minél többekkel találkozni, úgyhogy ha már megszakítom a nyarat arra, hogy elmegyek a mondokonra, remélem minél többen eljönnek és találkozok. És miért pont a mondokon? A mondokon, hát ez egy hosszú messzevívő kérdés, hiszen ugye a regényem zsánere miatt sok olvasom az animés mangásokból kerül ki. Nem, mint hogyha ők lennének az egyedüli olvasóim, de ők mégiscsak egy olyan halmaz, akiken keresztül megtalálok sok embert. Igen, ez mondjuk itt én vagyok a legjobb példa, mint neked a big fened, és én például abszolút nem vagyok otthon a mangák és animék világában, habár amúgy imádok mondokonozni, és hát ugye össze is szoktunk futni, még egy pár mondokonon már találkoztunk. Most sajnos a nyárin nem leszek, mert nem érek rá, de majd az őszin talán. Na, nagyon jó. Maga a mű is, nem tudom én, amikor találkoztam vele, ugye engem az illusztrációk, illetve maga a borító fogott meg, holott amúgy abszolút nem vagyok az a fajta, aki borító alapján választ könyvet. Ugye ez egy illusztrált mű, azt szerintem el lehet mondani, hogy Megyeri Manó készítette hozzá az illusztrációkat, és nem tudom én, amikor a kezembe vettem, erről majd úgyis még mesélek, hogy találkoztam a te könyveddel, akkor mindjárt azt gondoltam, hogy először azt hittem, hogy ez egy manga. Tehát, hogy egy rendes manga. És ugye belelapoztam, aztán láttam, hogy ez egy regény, de nekem az illusztrációk kicsit ilyen manga-szerűek, nem tudom, hogy jól gondolom, mert bár mondom, nem értek hozzá. Amikor az illusztrációkat megterveztük, az volt a kérésem a Manóhoz, Megyeri Manóhoz, alias Nakához, hogy egy olyan hibrid zsánerben stílusban oldjuk meg ezeket az illusztrációkat, hogy egyszerre szóljon azokhoz, akik a mangák körében már azért tapasztaltak, de egyben legyen annyira nyugatias is, hogy ne riassza el azokat az olvasókat, akik viszont nem igazán találkoztak vele, illetve esetleg prekoncepcióik vannak ebben a témában. Pont ezért választottam őt, mert amikor megnéztem az illusztrációim, itt láttam, hogy milyen sok stílusban képes rajzolni, tehát tudtam, hogy ha őt megkérem valamire, ki fogjuk tudni alakítani, ki fogjuk találni, és ő el is fogja tudni végezni ezt a munkát gyakorlatilag egy konzisztens szakmai színvonalon. Online találtad őt meg, vagy valamilyen más fórumon? Igen, online találtam őt meg, és amikor kerestem, annak idején nagyon-nagyon kevés aktív, hát úgymond mangaka, nem is
mondanám magukának, mert mangákat nem adtak ki, de olyan illusztráló mester, aki manga stílusban rajzol, nagyon-nagyon kevés volt az Aoi Animnek, vagy nem is, az Animaddictnak volt egy ilyen cikksorozata, interjúk ezekkel az emberekkel, de ez tényleg egy maréknyi ember volt. Ezeknek egy része ilyen lelkesebb amatőr volt, Nakkából volt a legkevesebb, mint a Megyeri Manóból, illetve voltak a Hold profik, akiket felkerestem, de hát mondták, hogy egy rajz, fél év múlva lesz meg, és mit tudom én, 200 ezer vagy 300 ezer forint, tehát hogy én ugye nem ezt kerestem, és sok rajzot szerettem volna, ugye megvalósítható módon, és hát eredetileg, amikor én őt megkerestem online, akkor el is készült Jukorról egy ilyen első ilyen promó rajz, ami tényleg beleszerettem, és nagyon tetszett, de utána még ővel is meg kellett egyezni tényleg, hogy az üzleti alapok hogyan működjenek, mert tényleg egy ilyen nagy projektbe belevágni csak úgy lehet, hogyha mindenki elégedett. Abszolút, abszolút. Ha már az illusztrációkról beszéltünk, akkor hadd kérdezzem meg tőled, hogy amikor ugye a regénynek a koncepcióját kitaláltad, akkor már eleve azt képzelted el, hogy ez egy illusztrált mű lesz? Mindenképpen így képzeltem el, mert, hogy is mondjam, nagyon sokan úgy kezdünk el írni, és azért lesz olvashatatlan az első regényünk, mert több filmet néztünk, mint bármi könyvet olvastunk, ezt azért elég könnyű megtenni, és emiatt is kezeljük rosszul nézőpontokat. Viszont miután megtanultuk kezelni a nézőpontokat, attól még megtehetjük azt, hogy egy olyan filmszerű élményt akarunk átadni, hogy a jelenetek, ahogy követik egymást, ahogy átadjuk az információt, ahogy a cselekmény sodra működik, és nem pedig az, hogy a mesélő elkezd valahova elmenni a meséjében, csak elmondani dolgokat. Meg lehet filmszerűre csinálni az élményt, és ezt erre törekszem, és mindvégig pontosan ezért az egész Eastern ilyen. És mivel, hogyha az ember filmet akar rendezni, nem pont filmet akartam rendezni, hanem én azt akartam, hogyha innen nézed, akkor ez egy kalandregény, hogyha nem vagy benne ezekben a dolgokban, míg ha másik oldalról nézed, akkor látod, hogy ez egy magyar vonatkozásokkal, magyar, illetve kelet-európai vonatkozásokkal teli alapvetően animéként vagy mangaként működő történet is lehetne akár. Meg persze ott vannak a videójáték vonatkozások is, de ezek mind olyanok, hogyha ugye nem ismered, nem látod, nem gond, ha meglátod, akkor pedig esetleg örülsz neki. Na, még majd úgyis mindjárt beszélünk a műfajról, de még az illusztrációkhoz akkor rárepülök erre az egészre, és gonoszkodni fogok, hogy akkor, bár ugye mondtad is, ezzel teljesen egyetértek, hogy egy most már ugye az egyre jobban inkább a filmeken felnövő generációk nehezebben tudják talán elképzelni a leírtakat, de akkor azért nem jobb, hogyha az olvasó fantáziájára van bízva mondjuk azt, hogy ő hogy képzeli el a szereplőt? Én úgy gondolom, hogy az olvasóknak mindig is nagyon jó volt a fantáziájuk, mert aki eleve könyvet olvas, az biztos nem az elsőt teszi. Igaz, voltak olyan olvasóim, akiknek ez volt az első könyvük, amit maguktól olvastak el, pont azért, mert a kötelezők annyira nem tetszettek neki, és az anyukájuk írt aztán nekem, hogy mennyire örülnek, hogy elindult ugye az olvasási pályán a fiúk, főleg a fiúk ezzel a dologgal. Ami szerintem nagyon jó, tehát én most ezt mint pedagógus is mondom, hogy ez szerintem egy nagy dicsőség, hogy te elmondhatod azt, hogy voltak olyan fiatalok, akik a te regényed miatt kezdtek el önállóan olvasni. Igen, ezek a legkedvencebb üzeneteim, tehát amikor ilyet kapok, úgyhogy ez nagyon jó. De mi is volt az eredeti kérdés? Most nem arra válaszoltam. Tehát az eredeti kérdés az volt, az illusztrációk ilyen pro-kontra, hogy most akkor nem-e jobb, hogyha az olvasóra van bíz, vagy hogy képzeli el a dolgot. Igen. Az a helyzet, hogy mondhatjuk, hogy irányításmániás vagyok, mert vannak szerzők, mint például Stephen King, és akkor elmondja, hogy ilyen krumpli forma bütykös arca volt, és ilyen meg olyan monoklia, meg a fene tudja mi.
és így leírja, de úgy, amikor találkozunk először vele, és akkor leírja egy ilyen negyed oldalon át, és én meg így elolvasom, és jaj, semmit nem tudok. Nem. Nem, fogalmam sincs, hogy miről beszél, hogy milyen barkója van meg, milyen akármilyen, nem tudom. Elképzelem valahogy, aztán megnézem a filmadaptációt, totál máshogyan néz ki, de rá kell jönnöm, hogy csak én voltam a hülye, én képzeltem el rosszul. Na most én úgy vagyok vele, hogy már pedig a szereplők azok így néznek ki, most minek máshogy elképzelni, ha egyszer így néznek ki, úgyhogy szépen lerajzoltatom őket. Ez jó, ezen azért nevetek ennyire, mert egyrészt például, és nálam ez egy nagy kritérium volt, amikor megvettem a könyvedet, hogy én alapvetően nem annyira szeretem az illusztrált műveket, amúgy például a képregényeket meg imádom, de így az illusztrált regényeket nem annyira. Mondom ezt úgy, hogy én is írtam regényt, és én csinálom hozzá meg saját magam az illusztrációkat, pont ugyanezért, amiket te is mondtál. Tehát így, ez így egy kicsit ambivalens nekem. Na jó, oké, akkor az illusztrációkról ennyit. Meg gratulálok, hogy te magad vagy az illusztrátor, már gyakorlatilag a Merlei szintre léptél, hiszen ő is volt, az állati elméket például ő illusztrálta magának. Tudod, ez a szeretnék spórolni kategória. Na jó. Még a mangákra visszatérve, akkor azért te is egy ilyen nagy manga fan vagy? Régen mondhatjuk, hogy az voltam, ma már nem mondanám magam aznak, mert egyszerűen, hogy is mondjam, csak azokat nézem meg anime sorozatban, hogy azokat a mangákat olvasom el, amelyikről már valami miatt előre tudom, hogy nagyon-nagyon érdekelnek, vagy nagyon-nagyon felkeltik az érdeklődésemet, és adnak valamilyen pluszt, mert azért valljuk be, vagy hát akkor mondom neked, mint hogyha azt mondod, hogy nem vagy annyira járatos benne, nincs olyan nap alatt abban a szempontból, hogy ahogy a mondok, annak a közönsége is nagyban lecserélődik éveken keresztül generációkon át, úgy a anime néző, manga olvasók közül is belépnek a fiatalok, aztán kilépnek belőle fiatal felnőttként gyakran. Ezért újra és újra el kell adni ugyanazt, ezért sorozatoknak a 95%-ában nincs lényeges eredetiség, teljesen felesleges lenne megnéznem egy újabb sorozatot mondjuk arról, hogy beragadtam a videójátékban, vagy valami hasonló. Ami egyébként teljesen vicces, mert 15 éve pont gondolkoztam egy ilyen kis regényen, ami pont erről szólt volna. Úgyhogy tényleg csak amikor van valami különleges, és pont ezért, amik nagyon mémek lesznek, meg tényleg a aktuálisan a közönség futtatja őket, azokról nekem fogalmam sincsen. Van azért valami kedvenced? Hát természetesen, hogy van kedvencem, csak ez a vicc a dologban, hogy például a szomszédomnak a lánya, ő nagy animés mangás, fordít is, stb., és nagyon sokat megnézett, benne van, de közben olyan alapműveket, kvázi alapműveket, amit én azt mondom, hogy alapmű, és széles körben amúgy elfogadott, például nem látott, mert annyira régi, kvázi neki, mert 96-os, 97-es a sorozat, és egyszerűen ugye nem jutott el addig, ezért ugye én ugye, amikor először volt Mondokonon nekem egy ilyen színpadon, egy ilyen fellépésünk a Nakával, amikor az illusztrációkról beszéltünk, mondtam, hogy talán megkérdeztem, hogy tegye fel a kezét, aki látta a Neon Genesis Evangelion-t, és akkor nagyon kevesen tették fel a kezüket, azért, mert egyszerűen annak idején, amikor ment az a sorozat, akkor az nem is volt animés, aki nem látta, tök mindegy, hogy értette vagy nem értette, hogy miről szól, csak látni kellett, mert az volt az. Most a mit tudom én, hogy micsoda az, lehetséges, hogy nem olyan messze hatóérvényű, de egyszerűen az most a divatos, mert az most az új. Tehát én csak régebbi dolgokat tudok mondani kedvencekként, olyanokat, amik a mostani embereknek talán annyira nem aktuálisak. Tehát itt van például az Evangelion, ő például a kinézetére a hősömnek például az egyik ottani karakter nagy hatással volt. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy vizuálisan szinte a másai egymásnak majdnem, pár különbséggel. Még hogy az írók nem lopnak, tudod. Az írók csak lopnak, kérlek. Az hát írók csak abszolút. Lopnak. Abszolút, abszolút. Az a lényeg, hogy ugye én azt szoktam mondani, hogy nincsen eredeti történet, vagy legalábbis nagyon ritka, zseniális eredeti történet,
az írónak inkább az a dolga, hogy azok a történetek, amiket már valahogy megélte őket a saját életében, vagy látta, hallotta, olvasta őket, azokból készítsen valamit, ami élvezhető. Hogyne, hogyne, hogyne. Na, beszéljünk arról, hogy ugye te megnyerted 2018-ban ezt a bekezdés díjat, és ugye ez a Twister Media Kft. Kiadó jegyzi ezt a díjat, ami hát egy számomra egy új kiadó volt, tehát én őróluk előtte nem nagyon hallottam. De hogy találkoztál magával a pályázattal? Tehát így szembe jött veled a neten? Érdekes szépen, én néha nagyon-nagyon a neten is ilyen vonalas tudok lenni, és csak egy párféle szorszat nézek, és ezért is volt az, hogy én alapvetően az aranymosásra készültem. Akartam rajta decemberben indulni még, akkor én már szerkesztővel dolgoztam, mert a gyors fejlődésnek egy időn túl egyértelműen az az áloga, hogy az ember egy szerkesztővel dolgozzon. És ő volt az, a Bukron Zsolti, aki mondta nekem, figyelj, van itt egy pályázat, mondja, hogy jé, tényleg, akkor küldjük be. És akkor beküldtem, tényleg addig, amíg ki volt javítva egy teljes mértékig ilyen valami, és akkor ott így félbe szakadt egy ilyen teljesen irreleváns résznél, és valami 165 induló volt, és szerencsés voltam. Hát valóban, irigyellek különben ilyen szempontból. Viszont hát ugye utána jöttek az ugye elmúlt időszakban sajnos visszatérő témánk, ugye a papíralapú könyvkiadás körüli problémák. Ez érintett téged, illetve ha igen, akkor ez hogyan érintett téged? Papíralapú könyvkiadásnak a problémái igazából nem látom. Csúszott-e esetleg a könyved, vagy volt-e valamilyen probléma? Az a fajta ember vagyok, aki addig üti az asztalt, amíg nem jön össze a dolog, mert én mondtam, hogy ekkora kész, ez foglaljuk le az időpontot, a nyomdával foglaljuk le, és valóban sikerült lefoglalni, és működött, én pont a digitális megjelenés ellen voltam, mert úgy gondoltam, hogy ez visszavetné a könyvnek a papír alapú sikerét nagyban. Nem azzal, hogy ugyanannyian elolvasták digitálisan, hanem csak szimplán letöltik, és igazam is volt végül, mert azok a könyvei, amelyek megjelentek a kiadónak e-bookként, azok el is szaporodtak kalóz verzióként, és az rossz hatással volt a terjedésükre. És talán ez nem olyan hatalmas nagy baj, mert én is elsősorban azt nézem, sőt, szinte csak azt nézem, hogy minél több olvasó legyen, de egy folytatásos regénynél azért számít, hogy a előzménykötetek megtérüljenek, hogy a kiadó finanszírozza a folytatást is. Hogyne, természetesen. Na, nézzük akkor, most már nagyon sokat beszéltünk a műfajról. Ugye én rákerestem szándékosan a Google magára a könyvre, és érdekes, hogy hát így műfaji meghatározást nem nagyon találtam, így mondjuk regényeknél nem is feltétlenül szokták ezt kiírni talán. Ugye az első dolog, ami alapvetően szembe szokott jönni velem, hogy ez egy posztapokaliptikus mű. És ugye én is ma, amikor a kezembe vettem magát a regényt, még mikor megvettem, akkor is ugye eléggé átjött, hogy ez egy posztapokaliptikus mű, és úgy voltam vele, hogy mivel posztapokaliptikus, gondoltam azt, hogy ez egy sci-fi. Aztán elolvastam, és igazából nem jutottam dűlőre így a műfaji meghatározását, illetőleg nyilván, mivel ez a Subgenre című podcast, ami sci-fi regényekről szól, ezért nem hívtalak volna, hogyha nem sci-fi lenne, vagy nem lenne benne, nem lennének benne sci-fis elemek, de akkor beszéljünk erről a műfaji meghatározásról, te ezt így hogyan határoztad meg? A regény címe azért ízten, mert amikor először azon gondolkoztam, hogy most milyen műfaj, milyen zsáner ez, akkor arra jutottam, hogy ez egy ízten. És aztán így lett ez a frappánsan a címe, és az a vicc, hogy nem tudom, hogy még rajta vagyok-e a Wikipédián, de valaki feltett a Wikipédiára az ízternek, a magyar ízternek közé, mert van ilyen. Igaz, azok mind filmek voltak, és ez volt az egyetlen egy regény,
És egyébként annyira ilyen hibrid határmesdjén egyensúlyozó regényről van szó, hogy amikor nyertem a bekezdés pályázaton, és írt egy kétoldalas értékelést az egyik döntőbíra a regényről, akkor is gyakorlatilag olyan fogalmakat sütött rá a regényre, hogy valahova így látszott, hogy valahova rakni akarja, hogy steampunk elemek, meg fenet. Ugye én meg a steampunk ott nem gondoltam akkor, hogy lennének benne, de jó, ha vannak. Mint ahogy a Mad Max rendezőjének is mondott a felesége dolgokat, hogy ő azt gondolja, hogy ő egyébként annak a Mad Max 2-ben a kisfiú lett az a Mad Max, aki a haragútjával, és akkor azt mondta neki a férje, hogy drágám, ha te úgy gondolod, hogy ott van, akkor ott van. Tehát igazából ez egy ilyen dolog, és a Skippy-vel kapcsolatban pedig hát azt mondanám, hogy volt is egy ilyen eléggé, hogy is mondjam, ellentmondásos cikke van arról, hogy a Skiffy gyakorlatilag olyan, mint a fantasy, mert a legtöbb, hogy is mondjam, olyan Skiffy, ami nem veszi annyira komolyan magát, inkább a klisséivel operál. Azok nagyon gyakran igazából egy az egyben behelyettesíthetőek egy fantasy történetnek, tehát hogy plazma, fegyver, tűzlabda, stb. És nem igazán a társadalmi kérdésekre kezdenek el fókuszálni, mint ami ugye egy Skiffy-ben azért a társadalom változása jellemzően benne szokott lenni, nem mindig, csak jellemzően, mert mondjuk egy Alienben mondjuk nem feltétlenül. És azt mondanám, hogy az én regényem is, tehát nem ezt a fajta skifi vonalat, vagy a hard skifi vonalat hozza, inkább egy olyan fajta szempontból próbálok reflektálni, hogy a történelmnek a, hogy is mondjam, szakaszossága, hogy ugyanazok a dolgok megtörténnek, ismétlik egymást, hogyha az emberek elfelejtik, hogy mi volt a múltban, mert az egész regénynek az alaptörténete, amiből kiindul a sztori, ott is például egy ilyen kommunista forradalomhoz hasonló dolog történik. De mindezt az egész dolgot viszont én nem gondolom véresen komolyan, tehát alapvetően a két hősemnek a kapcsolata és a kalandjaik vannak a fókuszban, és nem akarom ezzel a dologgal megváltani a világot. Nem ebben a dologgal kapcsolatban szeretnék mondani valamit, inkább az emberekkel kapcsolatban szeretnék mondani valamit, akik szerepelnek benne. Értem. Na hát közben nagyon jól megfogalmaztad azt, amiről én még ugye beszélni akartam, hogy ugye ez egy valóban egy hát ugye Eastern történet, tehát egy vadkeleten játszódó történet, ami többek között ugye tényleg ez hozza ezeket a, hát ugye a vadnyugati kávbolyos jellegű elemeket is. Tehát tényleg én amikor olvastam, akkor egyik álmulatból estem a másikba, hogy mennyi fajta zsánernek a különböző vonásait összegezted ebben a történetben. Azt azért nagyon gyorsan megkérdezem, bár biztos már 20 milliószor hallottad, hogy honnan jött az ötlet? Honnan jött az ötlet? Ez egy nagyon jó kérdés, de valami olyasmi, hogy ott ülnek a kaubolyok az ivóban, és egyszer csak valaki a szárnyas ajtót így berúgja, és ott van Kumbéla és részeg. Szóval igazából tényleg akartam egy saját történetet, aztán összerakódtak, egymásra rakódtak azok a dolgok, mint az embernek, hogyha csinál egy olyan kedvenc ételét, amiben mindent belepróbál rakni, és az a lényeg, hogy meglegyen aztán végül mégiscsak egy egységes stílusa a dolognak ezen belül. Ennek sikerülnie kell, ne egy káosz legyen benne belőle, hanem valami, ami szerethető lesz egy ilyen kompozícióként. Na, szuper, nagyon jó. Na, és hát akkor beszéljünk arról, hogy hát mégiscsak egy magyar zsáneríró vagy a magyar könyv piacon, de ugye külföldi hát álnévvel, vagy külföldi írói álnévvel, erről mit lehet tudni? Erről két dolgot lehet tudni. Egyrészt van az a manapság, azt hiszem, hogy már teljesen elhanyagolható dolog, hogy a külföldi névvel jobban olvasnak, vagy inkább csak most már múlt időben beszélek, olvastak,
regényeket, nem hiába nagyon sok magyar írói álnév, amit akár cserélgettek, sok-sok írói álnevet, mindig külföldiek voltak, mint annól olvastam egy csomó Terminátor regényt, amit mind magyar írt, és ott vannak a Ricardo Croza meg a Christopher Stepfield, a hasonló emberek, és ugye ők nem léteznek. Tehát itt van ez az egyik része a dolognak. A másik része a dolognak pedig az, hogy szerettem volna a saját magánéletemtől annyira eltávolítani ezt a dolgot, amennyire szeretném, mert ez gyakorlatilag egy olyan falat képez, amit aztán persze én átnyúlhatok, de mégis van egy ilyen kis dolog, hogy nem a saját nevem alatt, hanem az író neve alatt, mert akárhogy is nézzük, amikor az ember promotál, gyakran promotál, akkor gyakran úgy érezzük, hogy azok nem mi vagyunk, mert nem vagyunk szendvics emberek, nem szeretnénk annyira kilépni a fényre. Mi csak meg szeretnénk írni a regényenket, azt szeretnénk, hogyha szeretnének érte minket, és olvasnának, és ez elég lenne nekünk, csak aztán rájövünk közben arra, hogy nem nekünk, mindig a saját, a legnagyobb rajongónk, mindig önmagunk vagyunk, nekünk is kell annak lennünk, és nekünk kell tolni a szekeret, és emiatt gyakorlatilag mint kicsit ilyen Elvis-es dolog ez, hogy az Elvis is úgy gondolta, hogy nem önmaga, és ez probléma volt, de ő a saját nevén ment, mint Elvis, vagy nem tudom, hogy mi volt ki az eredeti neve, hogyha máshogy volt. Én meg ezért így egy kicsit külön választom, hogy akkor itt van Martin Kay, sokat beszél a regényén, Martin Kay maga az író, a regény, és kész. Míg a személyes énem, ő pedig sokkal több dolgot csinál, és nem feltétlenül szeretne mindig ennyire Rivalda fényben lenni. Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum, és szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk, és segíts te is az ismeretterjesztést. Látogass el a patreon.com/parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét. patreon.com/parallaxis. Anna, ugye ezt a részt már, mint főleg ezt a falatképezést, amit mondasz, ezt én abszolút meg tudom érteni, mert például az én is hasonló okok miatt futok angol írói álnévvel. Na, de beszéljünk inkább az első dologról, amit mondtál, hogy úgy gondolod, és egyre többször hallom, hála Isten ezt a véleményt magyar szerzőktől, Hogy hála Isten már kimente a divatból az, hogy magyar szerzőt magyar néven nem olvasnak az emberek. Vannak még olyan olvasók, akik ezt képviselik, és akkor én itt most élénken fölteszem a kezemet, hogy én is egy nagyon sokáig egy ilyen olvasó voltam, hogy ugye megvoltak a kedvenc zsánereim, ugye a sci-fi és a fantasy, és azt mondtam, hogy hát jó, én kortársat nagyon szívesen elolvasok, sőt, főleg kortárs sci-fit, fantasy-t olvasok, nyilván a nagy nevek az megint más, de magyart azt nem, tehát a magyarok nem, magyart nem olvasok, tehát a magyar szerzőket hagyjuk. És pont az egyik olyan regény, ami megváltoztatta eme elképzelésemet, az a te regényed volt. Ez úgy nézett ki, hogy hát akkor 2018-ban, de érdekes, a regényt azt szerintem már 19-be vettem meg. 2018-ban ugye nekem októberben van a szülinapom, és hát begyűjtöttem egy csomó pénzt, meg ugye könyvvásárlási utalvány, nyilván tudja a családom, hogy könyvmoly vagyok, tehát általában ezt szoktam kapni, és ugye mentem a könyvesboltba, akkor még jártam könyvesboltba, és hát ezt úgy levásároltam. És úgy vettem egy csomó regényt, és akkor már ott volt a te regényed. És ugye kézbe vettem, és előtte én már jártam úgy, egy másik magyar szerzővel, szintén angol álnéven futott, hogy megvettem a regényét, mert azt hittem, hogy külföldi író, és nem néztem utána az írónak. És elolvastam a regényt, nagyon tetszett, és akkor látom, hogy ja, hogy ő magyar. Hát jó, gondoltam, egy kivétel erősíti a szabályt. És akkor fél évig kerülgettem a te könyvedet, mert ott viszont nagyon hamar levágtam, hogy te egy magyar szerző vagy, méghozzá a főhős miatt, ugye, már mint a férfi főszereplőd, ugye, a Vajk okán, mert így elolvastam a főszöveget, és hát ebben van egy magyar szereplő, hát ilyen ősi magyar
pogány névvel ellátott férfi, de tuti, hogy magyar a szerző, kinyitottam, megnéztem, jó magyar. És akkor ott kerülgettem, mint a forró kását a regényedet, vagy fél éven keresztül, hogy megvegyem, ne vegyem, á, érdekes, ez de magyar, á, és így nem tudtam eldönteni, hogy mi legyen. És egy a szülinapomra rájött, hogy egy karácsony után szintén tele voltam mindenféle utalványokkal, és akkor bementem a könyvesboltba, és még pont annyi maradt a pénzemből, hogy pont a te regényed még így belefért, és így visszafordultam, hogy na, jó van, gyere, és így levettem a polcról, és így vittem. És hát aztán, amikor elolvastam, akkor aztán abszolút nem bántam meg azt, hogy megvettem és elolvastam egy magyar szerzőnek a művét, úgyhogy azóta nem mondom magamról, hogy magyart nem olvasok, mert rájöttem, hogy tényleg ez egy idejét múlt elképzelés, hogy a magyar szerzők zsánerét nem olvasok, pláne, hogy közben én is magyar szerző lettem, és nyilván én is szeretném, hogy a saját könyveimet olvassák. Lehetséges, hogy volt a 90-es években egy ilyen hullámvölgy ebből a szempontból, hogy sok magyart kiadtak, esetleg nem volt olyan a minőségkontroll, de én erről nem tudok mit mondani, mert nekem annó gyerekként a Terminátor regények megfeleltek, és ennyi volt a kapcsolatom leginkább a magyar szerzőkkel a kötelezőkön kívül, kivéve persze az olyan magyar szerzőkkel, akik nem jöttem rá, hogy magyar szerző, de ugye olvastam. Na igen, és amúgy nálad is, tehát abszolút meg voltam győződve, és most teljesen meglepődtem, hogy nem ilyen oka van, de ugye abszolút meg voltam arról győződve, hogy te is azért futsz angol néven, mert azt gondolod, hogy így jobban el lehet adni a könyvedet, és ugye eleve a könyvnek is angol címe van, sőt, ugye az első részben még angolul van az egyik fejezetnek a címe is, ugye ez a Bad Romance című fejezet, és teljesen meglepődtem, hogy angol fejezet cím, mondom, oké, rendben. Az azért gyorsan... Cowboys from Hell is abból van, mármint, hogy angolul van. Á, jó, most a Bad Romance azért maradt meg, mert ugye Lady Gaga fan vagyok, és ugye ő neki van ez a Bad Romance című száma. Nem tudom, hogy itt van-e köze a fejezet címadásnak Lady Gagához. Igazából itt a Bad Romance-szel kapcsolatban az van. Volt egyébként olyan valaki a molyon, aki teljes mértékig kiborult ezen a címen. Az volt, hogy gondolkoztam, hogy mi legyen a fejezet cím, és ez a fogalom, mégis nevezhetjük fogalomnak ezt, hogy Bad Romance, jutott eszembe. De miért jutott eszembe? És volt egy elképzelésem róla, és beütöttem a Google-be, és van róla egy Wikipédia szócikk. És a Wikipédia szócikkben pontosan egy az egyben az volt leírva, amire én gondoltam. Hm. És hát így azt mondtam, hogy kérem, ez egy fogalom, egy szakszó, pontosan a fejezetre illik, és ezért lett ez. Aha, oké, na most már ezt is tudjuk. Na és akkor ugye itt már fölemlegettem Vajkot, mint magyar szereplőt egy magyar regényben, és pont a múltkor olvastam egy blogon arról, hogy vajon kell-e magyar szerzők által írt regényekben, amelyek nem Magyarországon játszódnak, magyar szereplő. Hát most ez nyilván egy didaktikus kérdés, mert a te egyik főszereplőd magyar, tehát nyilván azt fogod mondani, hogy persze, hogy kell, de nem tudom, hogy amúgy mi a véleményed ebben a témában. Szerintem teljesen mindegy. Szerinted amúgy mindegy, tehát itt ez nem azért került ő bele magyarként, mert mondjuk te magyar vagy. De valószínűleg ezért került bele ő magyarként, mert én magyar vagyok. De itt igazából ugye a nemzetek annyira, tehát nem nincsenek jelen a regényvilágában, tehát más jellegű nemzetek vannak, egy nagy sokaság, tehát különböző, ugye ott gyakorlatilag ez ugye az Urálnak a határán játszódik, és nagyon sok fajta név van, ami feltűnik, korán vannak latin nevek, stb. Tehát korán sem a szláv nevek kifejezetten kisebbségben vannak benne, úgyhogy azért lett magyar, mert nyilván magyar vagyok, sőt, magyarul is beszélnek a regényben, a világ összes nemzete magyarul beszél benne, hogyha észrevetted, nem igaz? Hogyne, természetesen. Na igen, tehát pont ugye ezen kezdtem el gondolkodni, hogy
most megint csak saját magamra fogok utalni, hogy ugye nekem is a regényemben van egy magyar szereplő, de ugye Angliában játszódik a történet, és ugye tehát pont a te eseted, az pont nem az az eset, amir, ahogy ugye most rá is mutattál, hogy abszolút nem mahinálsz olyan például kulturális dolgokkal, amik mondjuk abból fakadhatnak, hogy a szereplő mondjuk magyar. Tehát ez mondjuk ugye nálad pont nem jelenik így meg. Igen, mert számukra ez értelmezhetetlen, tehát ugye a regényben van egy olyan jelenet, hogyha ennyi spoilert lehet tenni, hogy beszélgetnek arról, hogy gyakorlatilag ugye orosz könyvek veszik őket körül, de nem is így hivatkoznak rá, hogy orosz, mert nem tudják kifejezetten, hogy mi az az orosz, mert ahhoz alul műveltek, hanem összességében szírióként hivatkoznak rá, mert egy szírió betűvel van írva, ennyit tudnak róla, ennyit tud a köznép róla, hogy most orosz, vagy most éppen milyen nyelven van pontosan írva, azt se tudják. Tehát gyakorlatilag a magyar kulturális rész az abszolút, vagy bármilyen nemzetnek a kulturális része, ugye szinte értelmezhetetlen benne. Hova tovább, mivel a regény nem veszi annyira komolyan magát, ezért mégis megjelenik egy szamuráj család így a orosz gyepéken, úgyhogy ilyen dolgok történnek. Igen, mert ugye a másik főszereplőnk az pedig japán. Na, még térjünk vissza, mert aztán az itt nekem kimaradt, térjünk vissza magára a posztapokaliptikus vonalra, mert azért az, hogy valami posztapokaliptikus, az is képezi egy hát akár egy műfajt, illetve leginkább egy al zsánert, akár sci-fi-ben is, fantasy-ben is. Erről egy picit tudnál beszélni? Hát itt elég sokfajta vonulata van a regénynek ebből a szempontból, mert ha azt veszük, ugye kicsit olyan, mint hogyha oké, hogy a jövőben vagyunk, mégis olyan, mint hogyha egy ilyen 1800-as évek végig Western lenne, csak ugye aztán megjelenik a helikopter, meg megjelennek bizonyos egyéb dolgok is, amit esetleg spoileres lehetne mondani, és aztán a második részben meg aztán pláne megjelennek dolgok, amik már inkább mondjuk egy Falloutba tudnának leginkább érvényesülni és megjelenni. Tehát itt is egy olyan dolog van, hogy van az ismert civilizáció, ami egy kicsit ilyen érdekes, ilyen koncepcióvilág, míg aztán a világnak azon részein, amit nem látogatnak az emberek, és elhagyott ott teljesen más dolgok érnek, és ott már előjön egy ilyen sci-fi vonal, amit maguk a főhősök se értenek. Igen, igen, erre emlékszem, amikor olvastam, és én is sokszor így néztem, ugye, amikor csak így kezdett kibontakozni a történet, illetve maga a leírt világ, hogy mintha több különböző korszakot gyúrtál volna össze, de annyira jól meg van csinálva, hogy egyáltalán nincs az emberben ilyen negatív érzés ezzel kapcsolatban, vagy legalábbis nekem nem volt. Emlegetted ugye a Falloutot, illetve amúgy is a videójátékokat, akkor ezek, de most a másik téma, amiben én nem vagyok járatos, az a videójáték, de akkor ezek szerint így a videójátékok is hatottak rád a regénynek a megírásakor? Természetesen vannak benne ilyen szőrén mentén utalások videójátékokra. Gyakorlatilag például a Metal Gear-re vannak utalások, ami ugye egy eléggé népszerű franchise, nem pont Európában, inkább ugye Japánban meg Amerikában. Ugye itt az óriás robotos részről beszélhetünk. Jó, így most már megvan, mert ugye amikor mondtad magát a videójátékot, tehát halvány fogalmam nem volt róla, hogy mi az. De ugye éppen ez pont az óriás robotos rész, ami egyrészt Metal Gear, másrészt meg Evangelion, de ugye egyiket sem láttad, úgyhogy nem tudsz annyira kifejezetten reagálni erre a dologra. De vannak tényleg ilyen apróbb dolgok, esetleg a karakter, akit mintáztam, például van egy karakter, akit a Warcraft 3-ból, a hercegről mintáztam, nagyon hasonlít rá, vagy például a zsoldos vezér, aki van, ő például egyszerre van a hongkongi akciófilmekből, meg a Time Crisis játékoknak a egyik ilyen főfigurája.
Tehát vannak ilyen jellegű átvételeim, amik onnan indultak ki a karakter, aztán persze valami más lett belőle, de mégis ezeket inkább úgy szerettem jelölni, hogy inkább a fizikai megjelenésük az, ami kifejezetten hasonlít esetleg arra, ami kezdetben inspirálta őket. Értem. Na hát, hogy itt el fogom akkor mondani mindjárt a kedves leendő nézőinknek, hogy akkor azok, akik ezeket a videójátékokat, meg mangákat ismerik, azok olvassák-e, mert biztos, hogy nagyon fog nekik tetszeni, meg akik nem ismerik, mint én, azok is olvassák-e, mert azoknak is nagyon fog tetszeni, csak azok lehet, hogy kevésbé veszik a lapot egy-egy ilyen utaláskor. Na hát, jó, hát ez az én hiányosságaim, mert én tényleg abszolút nem vagyok ezekben sajnos otthon sem a videójátékokban, sem ugye a mangákban, animékben, mint ahogy azt mondtam is, hát igen. Hát teszem azt például a harmadik regényben, a záró részben, ott a Vajk harcolni fog, úgymond harcolni fog egy Mi-24-es hint helikopterrel, ami már megjelenik az első részben. Na már megint egy helikopter, igen. Az a bizonyos helikopter, és az úgy fog megjelenni az illusztráció, mint egy ilyen 8-bites konzoljátéknak konkrétan, ahogy kinézne, ahogy menne ez a harc, tehát ezzel az izometrikus kétdimenziós kinézettel fog majd lenni az illusztráció. Na, ha már említetted a harmadik részt, ugye az első rész az 2018-ban jelent meg. Várjál, mutatom. Jaj, csak hogy a kamera is lássa. És akkor a második rész, az is megvan. Az mikor jelent meg? Ez 2 évvel később, 20-ban. 20-ban, nagyon jó. És a harmadik rész mikor fog megjelenni? Én nagyon szeretném, hogyha 23 őszén megjelenne, de most nem mondtam semmit, mert még nagyon sok dolgom van vele. Jó, oké, akkor ezt még így nem tudjuk akkor igazándiból. Jó, hát csak azért kérdeztem, mert nyilván én is ugye, hát várom, habár ugye már mondtam, hogy sajnos még a második részt sem sikerült elolvasnom, de most már majd, ami késik. Nagy hiba, mint tudjuk, hogy szörnyű nagy hiba, mert egyrészt nem mindig szoktak az olvasók az összes összefüggésre ugye emlékezni, így aztán ugye egy-két dolog nem jöhet le. Na mondjuk nekem ilyennel nincsen problémám, tehát hogyha én valamit elolvastam 8 évvel ezelőtt, és utána megjelenik hozzá egy második rész, akkor nem kell újraolvasni, mert tök jól emlékszem rá. Igen? Igen. És azt tudod, hogy még miért indult el Romanov? Hol megy Romanov? Nem. Na, nem, de ha olvasom, akkor eszembe fog jutni. Ilyeneket sem tudok mondani, minden esetre kár, hogy még nem olvastad el, mert a második az jelenleg a kedvencem a kettő megjelent közül, és nem azért, mert hogy esetleg több csípújval menne, vagy ilyesmi, hanem pontosan, hogy jobban tudok a karakterekre koncentrálni benne a háttértörténetükre, hogy hogyan lettek olyanok, amilyenek, és szerintem nagyon szép lett, úgyhogy hajrá! Na, viszont most így, ahogy a Csihi Puhit felemlegetted, nekem eszembe jutott egy, hát nagyon régi, szerintem még írtad a második részt egy akkori bejegyzésed az oldaladról, az írói a Facebook oldaladról, és erre most viszont rá akarok kérdezni, remélem emlékszel a bejegyzésre, hogy volt egy ilyen bejegyzésed, hogy ugye, hogy csúnyán beszélnek a karakterek, és hogy ez lehet, hogy nem feltétlenül tetszik mindenkinek, valami ilyesmi volt. Elképzelhető, hogy volt egy ilyen cikkem, és az, hogy csúnyán beszélnek a karakterek, elképzelhető, hogy nem tetszik mindenkinek, tekintve, hogy anyukám is azt mondta, hogy nem tetszik neki, hogy csúnyán beszélnek. Én megmondtam, figyelj anya, ők mind a főhősök is rossz életű, utonálló életet élő emberek. Az, amikor végveszélyben vannak, és éppen lövik őket, vagy mondjuk megpróbálják megkínozni őket, akkor káromkodnak, csúnyán beszélnek, mert ez jön ki először belőlük, és az első regényben még az elején még próbáltam is egyébként tompítani az egész dolgon, de aztán rájöttem, hogy ez csak olyan mesterkérté teszi, inkább... Egyszerűen úgyis az olvasóim már lassan kezdenek felnőni, mert a legfiatalabb olvasó 13 éves volt, emlékszem az első mondokonon is jött, és mutatta, hogy ezt kell neki. Anyukám meg kérdezte, hogy biztos? Mondta, biztos. Ő is most már 17 éves, vagy ilyesmi, úgyhogy nincs ezzel probléma, és tényleg néha
Tehát az igazságot kell leírnunk, nem pedig elfedni. Tehát azt az igazságot, amit gondolunk, ezért is, amikor az első részben Jukóval kitör az igazság, amikor vecekednek, és a, tényleg a vaj kérdezi tőle, és miért most akkor mi lesz? Mi fog történni, hogyha elkapod a veszett kutyát, és akkor, hogy megölöm, az lesz, és akkor mi fog történni, és akkor mondom, hogy boldog leszek tőle, bazd meg. És ennyi, mert ezt mondja akkor. Hozzáteszem, hogy például rám az a bejegyzés azért is maradt meg ennyire, mert rám marha nagy hatással volt, és nagyon fontosnak tartottam azt a te bejegyzésedet, mert ugye én akkor kezdtem el írni az én történetemet, ami meg speciál a mafiózók világában játszódik, hát azok sem beszélnek éppen szépen, és nekem is rá kellett jönnöm, hogy nem beszéltethetem őket irodalmi stílusban, pont azért, mert egy olyan világban játszódik. Úgyhogy én azóta is nagyon hálás vagyok azért a bejegyzésért, úgyhogy igen, ezt senki ne gondolja, hogy adott egy világ, mondjuk a te világod, és akkor ott ilyen nagyon szép és kifinomultan fognak beszélni a karakterek. Tehát, hogyha valakit ez zavar, hogy csúnyán beszélnek, hát az arra azt tudom mondani, hogy az így járt. Igazából azt kell szem előtt tartani, hogy kik lehetnek a leendő olvasók, mert kiknek szánjuk a regényt, és pont a második résznél volt egy ilyen rész, amikor Jukó az életét meghatározó olyan női főhős, a életét meghatározó drámai szituációval keveredik, ahol hát nagyon csúnya dolgok történhetnek vele, és a könyvnek az eredeti vázlatával ott valóban elég csúnya dolgok történtek vele. És aztán így belegondoltam abba, hogy te úristen, visszagondoltam erre a 13 éves kislányra, aki ilyen 1.30 volt, és így mutatott a regényt, és mondta, hogy azt nem írhatom meg. Tehát oké, lehet, hogy káromkodnak, de ő is olvashatja, más gyerekek is olvashassák. Nem, el kell érnem, hogy a lelki szempontból hasonló trauma érje, hogy indokolt legyen az, hogy ő neki miért van ilyen bosszú vágya, hogy miért úgy vezeti az életét olyan rosszul, hogy vezeti, de nem történhetnek úgy meg a dolgok fizikailag, ahogy eredetileg terveztem. Tehát természetesen a beszéd és a cselekmény szempontjából is egyszerűen olyannak kell megírni, amit az olvastóink tolerálni tudnak. Na és akkor most megkérdezem, hogy ugye ez is egy érdekes dolog, hogy elkezded írni a regényt, és megcélzol egy korosztályt. Aztán lehet, hogy amikor megjönnek az olvasóid, és mondjuk te megcéloztad mondjuk a, nem tudom, én most csak tippelek, mondjuk megcéloztad a 18 és 30 év közötti korosztályt. Nem tudom, hogy jól tippeltem-e, vagy már eleve inkább a fiatalabbakat céloztad meg. Nekem teljes mértékig ilyen hagymázas gondolataim voltak erről, hogy majd úgymond ilyen manga szerető, meg videójátékos, hasonló srácoknak, mint te, 20 évesek majd, már 20 évesen kezdtem el írni annól, majd ők fogják olvasni. Ehhez képest az olvasóim, azok főleg hölgyek, és 13-tól 30x-ig terjedőek, és egyszerűen ilyenkor utólag reagáltam ugye erre, hogy az első rész már megvette az a kislány is, hogy a második részben mi lehet, de úgy gondoltam, hogy természetesen egy 33 éves hölgynek is megfelelőnek kell lennie annak az indoknak, ami ott történik, viszont a 13 éves sem olvashat olyat, ami nem való neki, tehát felmértem, hogy kik olvasnak végül. Ettől igen, tudjuk, hogy csak lányok olvasnak, de többségében. Igen, de nem véletlenül kérdeztem, mert ezzel például én is szembesültem, hogy én is ugye így belőttem a regényt, hogy jó, hát ilyen 18-tól 30x-ig, és akkor jöttek, hát ugye mivel én tanár vagyok, és jöttek a saját tanítványaim, hogy hát ők is elolvastak, és így, hát a gyerekek, hát nektek ez még nem való. És így én is így pont itt vagyok most, hogy a második rész így újra kell gondolni, mert hát vannak fiatalkorú olvasóim, és így, úgyhogy igen, ezek ilyen vicces történetek. Jó szituációk, amikor azt mondod, hogy jesztesen ez nektek nem való, közben tiszta boldog vagyok belőle, ugye, olvasok. Persze, közben én is nagyon örültem, hogy például elolvasta, és hogy tetszett neki. Tehát nyilván, csak ugye így fölmerülnek ezek az
aggályok az emberben közben. Igen, na, hát mondjuk. Csak akartam hozzátenni még egyébként, hogy ebből is ugyan a nők máshogy írnak, és más dolgokra is kíváncsiak, tehát például akciójelenetben két női írótól is olvastam, azt hiszem, egy-egy bunyójelenetnél ugyanazt a mondatot. Amikor hogy mondatnak az előtagja valami, az első fel, és aztán valahogy kikeveredett alóla. Tehát a másik alól, akivel bunyójelenet. Á, ilyet én is írtam, az már három. Valahogy kikeveredett, mert nem is tudom, hogy a felébe kevered, minden, valahogy kikeveredett alóla, nem lényeges, mert nem ez érdekel engem úgyse. Tehát ez a női hozzás, még mondjuk egy férfi azt írná, hogy igen, megfogta azt a követ, amit éppen kezébe akadt, és fejbe vágta a másikat, és akkor persze, hogy kikeveredett alóla, mert ugye a másiknak azzal volt elfoglalva, hogy vérzik a feje. Ugye a hölgyek az olvasásban is, tehát nem várják el a bonyolultabb akciójeleteket, vagy hogy mondjuk a pisztoly ne csak pisztoly legyen, hanem cold single action army legyen. Na, ilyenkor... nagyon jó. Ez a másik dolog, ami látod, így útközben jutnak még eszembe dolgok. Nekem például nagyon tetszett, én egy fegyvermániás fiús csajszi vagyok, és én például imádtam azt, hogy nem csak az volt leírva, hogy pisztoly meg puska, hanem konkrétan oda volt írva, hogy az micsoda. És volt olyan fegyver, aminek mondjuk utána kellett néznem, mert éppen nem tudtam, hogy milyen fegyverről van szó, de azért mondjuk alapvetően elég jól ismerem a fegyvereket, de főleg aztán, amióta a saját regényemet is elkezdtem írni, és szintén a te hatásodra döntöttem úgy, hogy a saját műveimben is konkrétan le fogom írni, hogy milyen fegyvereket használnak, ami pont azért volt nehéz, mert az meg nem a jelenkorban játszódik, tehát nyilván nem írhattam olyan fegyvert, ami, mit tudom én, ami csak tavaly előtt jött ki, és pont meg akartam ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy ez neked mennyi utánajárást jelentett, mondjuk egy Google keresést, vagy ilyesmit, hogy egy fegyvernek mondjuk utána néztél. Hát igazából ezek alapvetően jönnek nekem, mert airsoftoztam sokáig, és akkor így nagyon kiműveltem magam ezekből a dolgokból. Természetesen például a Vajk az első és vége felé szerez magának egy Desert Eagle-t kölcsönbe, és ott például, hogy mikor van az a megfelelő dramaturgiai pillanatban, amikor elfogy a lőszere, azt folyamatosan variáltam, hogy mennyit lőtt addig, és néztem, hogy ez a háromfajta kaliber, ami van a Desert Eagle, hogy azokban hány ugye lőszer fér, hogy pontos legyen, hogy akkor fogjon el, amikor tényleg elfogyna abból a fegyverből. Vagy most például a harmadik résznél azt vizsgáltam, hogy például milyen, hogy ha tankkal lőnek egy barikádra, akkor az milyen hatást tud kiváltani, hogy tud-e olyan hatást kiváltani valóban, mint amit én gondoltam dramaturgiailag, és valóban. És akkor a megnevezésekkel is szépen utána megyek, most csak hogy a legegyszerűbbet mondjam, hogy ugye nagyon sokan újságírók is össze szokták keverni, azt mondjuk, hogy töltény, lőszer, lövedék, mert ugye ezek teljesen különböző dolgok, nem lehet egy gépkarabélyban mondjuk töltény, stb. Az ilyen dolgokat lehet, de aztán amikor meg leírom azt, hogy ennyi és ennyi tonnás és reaktív a páncélzata, akkor így gondolkodom egyet, és egészre nyomok egy nagy backspace-t, és nem, tehát nem mindenre, az átlagosra nem mindenre kíváncsi volna, akinek örülne ennek is, de nem, tehát az embernek kell egy ilyen középutat találnia mindig a dologba, és visszatérve ez, amit akartam mondani, hogy az akció részek kidolgozása, meg hogy mindig leírom, hogy milyen fegyverről van szó, szóval itt igazából pont azok jutnak eszembe, akik megemlítik a kritikával, hogy hát megint valami ilyen, meg olyan fegyver volt, és ki tudja, hogy milyen, és akkor azt mondom, na én azért direkt leírom, és így kidugom a nyelvemet közben, és hogy milyen van benne. Igen. Ezek szerintem fontos dolgok, tehát például számomra ez például ez a fegyverleírás abszolút jobban élvezhetővé tette magát a regényt. Nekem fontos volt, de mondom, én egy ilyen fegyvermán csaj vagyok, tehát ez. Igen, technikailag az egy érdekes kérdés, hogy
Vajon a mesélő tudja ugye azt, hogy pontosan milyen fegyverről van szó, vagy a karakter általában, ugye korlátozott látószögben írunk a karakter szempontjából. És alapvetően én, hogyha mindig ragaszkodnék, ez nem csalnék, akkor a karakter szempontjából gyakran nem említeném meg, hogy milyen fegyver annál, mert vagy a karakter nem látja jól, vagy nem ismeri azt a fegyvert. Ellenben én úgy döntöttem, hogy az lesz a koncepció, hogy én itt egy kivételt teszek, és megnevezem a fegyvereket, holott valójában nem tudná ugye a karakter azokat azonosítani. Igen, ez abszolút ismerős nálam is, tehát hogy én is, amikor én írtam a saját történetemet, és akkor így gondolkodtam, hogy hát igen, most a karakter szemszögéből ott van egy fegyver, de a karakter az egy 10 éves gyerek, tehát ő ezt nem fogja tudni, hogy ez milyen fegyver, csak az, hogy ez egy pisztoly, kész, pont. És akkor mondjuk jön egy másik karakter, és az elmondja, hogy ez milyen fegyver, mert én mondjuk szeretném, hogyha az olvasó tudná, hogy az milyen típusú fegyver, de közben, ahogy te is mondtad, ugye nem feltétlenül jó az, hogyha egy mondjuk úgy szakmai leírást, egy szakszöveget adok oda az olvasónak, mert az meg már nem biztos, hogy érdekli. Nem, a jó leírás az az, mint a blurbben, amikor ismerteti a sivatagi sast az űrge, hogy ugye, amikor mondta, hogy te lehetsz a pénisztél, kettem meg a golyóid, és az összehúzol meg a golyóid, és akkor ott elmondja, hogy nekem viszont a kezemben, ugye úgy kell bemutatni egy fegyvert, az ideális például. Igen, az ott nagyon jó, az ott nagyon jó. Na, hát lassan a végére érünk az adásnak, hát egy élvezet volt beszélgetni veled, és hát tényleg a hallgatóknak, nézőknek megmondom, hogy hát ez az adás, ez tényleg merőben különbözik a korábbiaktól, de lesz még majd ilyenünk. Na hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, és örültem, hogy tudtunk egy interjút, ezért ez már régóta készülő félben volt, úgyhogy akkor ismételten köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. És hát akkor a hallgatóktól is elköszönünk. Sziasztok! Sziasztok! Gyertek a Mondokorra! Igen, hajrá! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj különdíjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.